19. alkalommal rendezték meg a Széchenyi Ödön diák tűzoltó verseny Bonyhádon, ahol a Tolna megyei tűzoltószövetség mellett a Bonyhádi Önkéntes Tűzoltószövetség is segítette a szervezők munkáját. A Parhant, Kurd, Nagymányok, Zomba és Bonyhád csapatai képviseltették magukat a megmérettetésen, ahol elméleti és gyakorlati tudásukról is számot adtak. Hukker Olivér elmondta, az online résznél az okozta a legnagyobb nehézséget számukra, hogy nem volt elég idejük gondolkodásra és a válaszadásra. Ez a tűzvédelmi szabály, ez végül is nagyon könnyű, egyszerű feladat, ebben nincsen olyan nehéz dolog. Kaptunk képeket, be kellett számozni, amik voltak. Aztán volt, hogy tűzoltókat hogy kell hívni, min kell hívni, meg egyéb ilyen kérdések. Jó, az jól sikerült, elsőként adtuk be a feladatlapot, úgyhogy úgy gondolom, hogy egész szép eredményt fogunk elérni. A zsűri két kategóriában díjazza a versenyzőket. Külön értékelik a lányokat, és külön a fiú és vegyes csapatokat. Az első három helyezett éremmel és oklevéllel gazdagodott, a legjobbaknak pedig egy vándorselleg is járt jutalmul. Két év kihagyás után 19. alkalommal sikerül megrendezni ezt az eseményt, amelyet iskolánk névadójának fiatalabbik fia, Gróf Széchenyi Ödön tiszteletére rendezünk meg minden évben. A mai eseményen 5 település, 9 csapata vesz részt. Nagy öröm számunkra, hogy nagyon sok embert, diákot, felkészítőt, önkéntes és hivatásos tűzoltót megmozgat ez a rendezvény. A résztvevő csapatok a tűzvédelmi és a Gróf Széchenyi Ödön életével kapcsolatos elméleti kérdéseken kívül gyakorlati feladatként a locsoló tömlő működtetését is bemutatták.